értékesítse sporttudását, fogadjon a betethome.com-nál. Az önfogadási partnere az interneten. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Köszöntöm Önöket, játék az élet, mondja a betethome.com szlogenje, és mondjuk mi is mai vendégemmel, Balzsai Karcsival. Szervusz! Szervusz! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Egy profi ökölvívó világbajnok áll itt mellettem, és kellő tisztelettel kérdezem, hogy szoktál-e fogadni? Ritkán szoktam fogadni. Az a baj, hogy sokszor a szívemre hallgatok, ami ilyen fogadóiradánál azért nem előny. Hát most ne csak a szívedre hallgass, csapjunk a lovak közé, Arsenal Burnley, mondom a betethome.com odszait, 1,15 hazai győzelem esetén, 6-50 a döntetlen, 17-szeres a szorzó vendégsiker esetén, Arsenal ismét bajnok esélyes, legutóbb is győzött, mit vársz? Egy stabil egyest tippelek, az Arsenalnak újra esélye van a bajnoki győzelemre, és az utolsó három meccsüket is megnyerték, jó formában vannak, én úgy gondolom, fix, hogy egyes. Mi is fixre vettük, az odszok is ezt mondják. Spanyolország, Real Madrid, Sevilla, két sikeres csapat, 1,35 a hazai győzelem esetén, azaz 4,5 a döntetlen, 7,8 vendégsiker, itt már nem annyira markáns az odds differencia, a Real Madrid egyre magabiztosabb, Tenerifén is győzött, ott van, ott liheg a Barcelona mögött. Így van, a Real most a spanyol bajnokságban a legmagabiztosabb, legjobb formában lévő csapat, és én úgy érzem, hogy ez is egy Real győzelem. Átrándulunk Németországba, tehát Bundesliga, Köln, Bayern München, 8-szoros a szorzó hazai győzelem esetén, 4,15 a döntetlen, 1,40 vendéggyőzelem esetén. A Köln legutóbb nagy szívességet tett a Bayern Münchennek, a Leverkusen-től pontot rabolt, a Bayern meg 1-0-ra verte a Hamburgot, és ott áll az élen. Így van, két év után újra vezetik a Bundesligát, egy 17 meccses győzelmi sorozaton vannak túl, én úgy érzem, ez egy stabil kettes, pikantériája az egész meccsnek, hogy Podolski ugye tavaly még Bayern München volt, most már Köln, viszont 1000 perc óta nem rúgott gólt. Tehát a tippet kettes. Így van. Végre magyar bajnokság, NB1, ZTE Ferencváros, 1,85 hazai győzelemnél az OC, 3,25 döntetlen, 3,65 vendégsiker esetén. Hát az OC-ok is azt jelzik, hogy itt azért szoros meccs várható, ugye a ZTE kihatta az első fordulót a pálya használhatatlansága miatt, a Fradi viszont keservesen, némi szerencsével nyert zárt kapus meccsen otthon a Haladás ellen. Így van, Pakson ugye nem tudtak játszani az első fordulót, viszont a Fradi egy nagy hajrával nyerte az előző fordulót. A Ferenci Elding csatásor már egyre jobban összeérik, de mégis egy kicsit hullámzónak érzem még a teljesítményüket, én ezt X-re tippelem. Most átrándulunk ide a szomszédba, Ausztriába, Salzburg-Wiener Neustadt, 1,25 hazai győzelemnél az OC, 5,5 a döntetlen, és 10,5, ha Wiener Neustadt nyerne Salzburgba. Hát az OC-ok sokat jelölnek, a Salzburg most már egyértelműen bajnoki címre hajt, ezt ígérte a bajnokság elején is, legutóbb is nyert, ott áll az élen, de hát a Wiener Neustadt is idegenbe győzött. Mire számítasz? Hát ez a Salzburg azért torony magasan esélyes ennek a meccsnek. Az utolsó három meccset kapott gól nélkül nyerték, és ott van a Salzburgban a Janko, aki tavaly gólkirály volt Ausztriában, úgyhogy ez egy stabil egyes. Kedves nézőink, ennyi volt a Tuti Tipek első része. A folytatást ma este 23 óra 20 perckor láthatják itt a Duna TV-n. Viszontlátásra! Értékesítse sporttudását! Fogadjon a betethome.com-nál! Az önfogadási partnere az interneten. Értékesítse sporttudását, fogadjon a betethome.com-nál. Az önfogadási partnere az interneten. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Kedves nézőink, üdvözöljük ismét Önöket mai vendégünkkel, Balzsai Karcsival. Ugorjunk mindjárt Spanyolországba,
Almeyra Barcelona, mondom a betethome.com odszait, 11-szeres a szorzó, hazai győzelem esetén 5-szörös a döntetlen, 1,25 század vendégsiker esetén, hát sok mindent elárulnak ezek a számok. Úgy érzem, hogy a Barcelona a sokkal esélyesebb. A spanyol bajnokságban idáig idegenben ők a legeredményesebbek. A Messi igaz, hogy most nincs akkora formában, de az utolsó meccset azért ő hozta, ez egy stabil kettes. Anglia következik, Wolverhampton, Manchester United. 9-szeres a szorzó hazai győzelemnél, 5-szörös a döntetlen, 1,3, hogyha a MU, tehát a Manchester United idegenben nyerte. Legutóbb a Wolverhampton kikapott a Boltontól, a Manchester viszont elnyerte a kupát. Nagyon-nagyon nehezen, de 2-1 nyert az Aston Villa ellen, még ott van a bajnoki címért folytatandó harcban. Így van, legutolsó nagy sikerük, hogy a Liga kupát megnyerték, egy ponttal vannak lemaradva a Chelsea-től, a Rooney az bombaformában van, gól per meccs, vagy meccs per gól, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy magas Manchester United győzelem. Ez is kettes. Kettes, így van. Ismét az NB1 következik, tehát Magyarország, Pápa Debrecen, 3,85 század az OCS hazai győzelemnél, 3,25 a döntetlen, és 1,8, ha Debrecen idegenben nyer. Ez a meccs is nehéz tuti tippet adni erre, de a Loki ez egy nagyon jó formában lévő csapat, most a magyar bajnokságon, a legutóbbi meccsét is egy fantasztikus hajrával tudták megnyerni, bár a Pápánál ott van a Szűcs Lajos nevű kapus, aki a Fradiból jött, és bombaformában. Bombaformában van, egy nehéz meccs vár a Lokira, de én úgy érzem, hogy egy-egy kettes. Olaszországban még nem jártunk ma. Inter Genova, 1,4 a szorzó a hazai győzelemnél, 4-szeres az OCS a döntetlennél, és 7,9, ha Genova idegenben nyerne. Hát az Inter edzője továbbra is eltiltott, de ennek ellenére legutóbb is nélküle, legalábbis a kispadon nem ült Mourinho, nélküle nyertek a bajnok esélyesek. Az Udinese ellen még a 9. helyen álló Genova 4-3 kapott ki a Bolognától. A hazai pályán a Mourinho, amióta Mourinho az edző, azóta nem bírtak, vagy illetve nem tudnak kikapni. Az ügyeleti első gólzsákjuk most a Milito, ami egy kicsit pikantére, hogy ő Bolognából jött. Ez egy stabil egyes az én tippem. Most Skócia következik, Rangers St. Mirren, 1,2 hazai győzelem esetén az OCS 6-szoros a szorzó a döntetlennél, és 11-szeres, ha St. Mirren nyerne idegenben. Hát a Rangers elintézte már ezt a bajnokságot. Én nem is emlékszem a Skóciában, mikor nyert valaki ilyen nagy fölénnyel. Ugye legutóbb a Celticet megverte, és ezzel már bajnoknak tekinthető. Így van, de ennek ellenére azért a Rangers-től több gólos hazai győzelmet várok. Boyd-tól én 2-3 gólt is várok, mert az ilyen kis csapatokat ő imádja, és ő neki ez a... Ő nem elégszik meg azzal, hogy most ők már, már bajnokok, hanem minél nagyobb sikerült győzni. Így a nagy győzelmet várok. Kedves nézőink, ennyi volt már a tuti tippek. Köszönöm kedves vendégemnek, Balzsai Karcsinak a közreműködést. Tippjeidet a kedves nézők láthatják a képernyőn. Köszönöm a szakértő véleményedet. Én is köszönöm szépen a meghívást. Bízom benne, hogy a tippémmel tudtam segíteni a kedves nézőknek. Kedves nézőink, várjuk Önöket jövő pénteken este is a tuti tippekkel 21:30 itt a Duna TV-n. Viszont látásra, jó éjszakát kívánok! Értékesítse sporttudását! Fogadjon a betethome.com-nál! Az önfogadási partnere az interneten.